Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben, Sakmagazin 2017. novemberi adásában. Gunyet Zoltán műsorvezető vagyok, mellettem foglal helyet Varga Péter, nagymester, nemzetközi mester a másik műsorvezető. Én Mi is mindenkit üdvözlök. Szinte minden műsorunk kezdetén elmondom, hogy Sakmagazinunkban a megye, a régió, az ország és a világ sakk tudósítunk. Most egy olyan rendezvény van, ami nem is országos, hanem nemzetközi, sőt világszínvonalú rendezvény, amiről feltétlenül meg kell emlékeznünk, tudósítanunk kell róla, hiszen a sok világ világversenyei közé tartozó rendezvényről van szó. Kellős közepén vagyunk a SAK csapat Európa bajnokságnak, amit Kréta-szigetén rendeznek meg. Ez idáig hat fordulón vagyunk túl. Tudni kell azt a világ sakkéletéről, hogy valamikor réges-régen a sakcsapat Európa-bajnokság tulajdonképpen világbajnokságot jelentett, mert a tengeren túl nem nagyon voltak más olyan csapatok, amelyek bele tudtak volna szólni a, a világbajnoki címbe. Voltak igen erős tengeren túli országok is, mondjuk az Egyesült Államok, de igazából az Európa-bajnokságon, amikor elindult, 30 évvel ezelőtt mondjuk a Szovjetunió csapat akkor borítékolható volt, hogy legyen a Sak-Olimpia csapatvilágbajnokság, Európa-bajnokság, a Szovjetunió, tehát az oroszok meg fogja azt nyerni. Ez alól egyes egyedül a magyar csapat volt a kivétel, amikor is 1978-ban meg tudta verni a, a szovjeteket, illetve el tudta hódítani az olimpiai bajnoki címet. Azóta a sakvilág kitágult, és sok olyan ország van már, amelyik érdemben bele tud szólni az elsőségnek a kérdésébe. Igen erős válogatottja van mondjuk Ukrajnának, mint ex-szovjet államnak. Igen erős csapata van mondjuk Angliának, de említenem kell mondjuk Kínát, amelyik ugye nem indulhat az Európa bajnokságon. Az Egyesült Államokat, és még van néhány ország, Örményország például időközben háromszoros olimpiai bajnok lett. Nos, ezen országok közül igen sokan játszanak az Európa bajnokságban. A címvédő természetesen Oroszország, mind a nők, mind a férfiak között, de itt játszik a rendkívül erős örmény válogatott, a szintén rendkívül erős ukrán válogatott, a rendkívül erős azerbajdzsáni válogatott, és természetesen a rendkívül erős magyar válogatott is. Magyarország olimpiai csapata az utóbbi időben kissé megfogyatkozott, mivel Polgár visszavonult, és ö, már nem is szövetségi kapitány, mint a legutóbbi sakkolimpián, olimpián, ugye ezüstére vezette a magyar olimpiai csapatot, már nem a csapat szövetségi kapitánya. Ennek ellenére a csapatban fiatalok és idősek egyaránt jelen vannak. Milyen most a, a magyar válogatott, Péter? Te belülről jobban ismered őket. Most is nagyon erős, hát nagyon... Eh... Jó válogatottunk van. Azt kell tudni, hogy ugye Eliku Péter visszatért, Kiadjott egy olimpiát, a legutolsó nem játszott, nem tudott játszani. Nagyon szépen megtartja az első táblát, nyerte egy partit, a többit nagyon ügyes, nagyon-nagyon erősen a a jóval több élővel rendelkező ellenfele ellen simán kitartotta. Itt hadd tegyem hozzá, bocsánat, nagymester, hogy egy csapatversenyen, egy csapatbajnokságon mindig kardinális pont az első tábla. Tehát az első táblára ültetik mindig a legerősebb játékost a csapatok, és az első táblán ott, ott a, a, legkönnyebb kikapni. Tehát Lékó Péternek van a legnehezebb dolga a magyar csapatban, és Lékó Péterről azért mondjuk azt el, hogy ő véghez vitte már azt, amit magyar még sohasem világbajnoki döntőt játszott 20-as éveiben, és úgy játszott világbajnoki döntőt, hogy a világbajnok ügyel bajjal tudta csak döntetlenre menteni ellen az a, a, mérkőzést, és itt tudta csupán döntetlen végeredményű mérkőzéssel megóvni a világbajnoki címét. Tehát Lékó majdnem világbajnok lett, tizen négy évvel ezelőtt, ha jól számolom. Hát igen, Svájcban volt ez a páros mérkőzés, ugye el játszotta. Nagyon kezébe volt a, a, győzelem, az utolsó mérkőzését vesztette el ugye a páros mérkőzésén, és ezzel egyenlített ugye Kramnyik. Na most visszatérő, hogy a Lékúj nagyon-nagyon erős. <kül> ugye a második táblán Meglepetés egy picit, de nagyon-nagyon de jól játszik Erdős Viktor. Aki, egy fiatal 30-as évei elején járó Békés megyei nagymester. Igen, aki, aki ifjú korában 18 évesek között világbajnokságot nyert, tehát nagyon nagy tesőtehenség. Hol is hegség. volt ez? Bocsánat, a 18 éves, meg később. Tehát ő is volt világbajnok, csak ő 14 évesen. Ez volt. Ott, ahol az Európa bajnokság zajlik, tehát kellemes emlékek idéződnek fel Viktor nagymesterben. Igen, 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 azt hiszem, hogy ott, ö, ott nyer, de ez, ez már nem, nem, most volt, ez is ugye tizen pár évvel ezelőtt volt, tehát, tehát ő is egy korcsoportos világbajnok volt, ugye, ö, ugye hármastárban játszik a, a, az egyik legdinamikusabban fejlődő magyar játékosunk, ugye Rapport Rihárd, Négyes... Nemrég még első táblán volt az olimpiai csapatban. Igen, négyesen játszik Almási Zoltán, akinek a legtöbb élője van most a csapatból, és ugye kétszeres olimpiai ezüstérmes csapatban, és az utolsó táblán játszik ugye Berkes Ferenc, a, vagyis vagyis vagy tartalék, de ő is ugyanolyan teljes értékű játékos a csapatnak, mint bárki más, aki előrébb játszik. Na ő volt az, aki 18 évesen világbajnok lett Krétán, és tehát azt lehetne mondani, hogy szinte mindenki volt valamilyen korcsoportos világversenyen érmes, és ebből is látszik, hogy milyen erős ugye, magyar sakkozás, magyar utánpótlás. Nem csak a hagyomány, hanem a jelen is. Igen. Most egy picit ugye, akiről még tudunk beszélni, hogy a Gledura Benjamin, aki most ugye nem fér be a csapatba, de tavaly az olimpián ő játszott. És eredményesen mutatkozott be. Igen, mindenképp. Tehát, ha ilyen nézzük, jó a csapatunk, nagyon egységes. Az első hat fordulóban nem vesztett játszmát, úgyhogy, úgyhogy hihetetlen eredmény. Köztük ugye Oroszországot megverve, ami hát én egy picit azt, fogalmaznám meg olyan, mint hogyha mondjuk jégkoromban a kanadai válogatottat tudnál legyőzni a magyar válogatott. Vagy futballban mondjuk Brazíliát, Németországot, Igen. nem is tudom, hogy folytassam. Hogyha vissza, vissza, hasonlítani kellene, tehát egy fantasztikus eredmény volt. És ugye most ugye a világa felé megy, hogy nem nem az összpontszám számít, hogy kihány pontot szerez, hanem a csapatgyőzelmi pontszámítás most már minden világversenyen, ugye az, aki nyer, ugye az hasonlóan, mint más csapatverseny, ez ugye a győzelemért két pont jár, döntetlenül egy pont, és a, ugye a vereségért nulla pont. És a magyar válogatott az egyetlen olyan csapat, amelyik ö, nem kapott még ki a csapat Európa bajnokság első hat fordulójában, kétszer végzett döntetlenül a... Hollandokkal, és az örményekkel, a háromszoros olimpiai bajnok örmény csapattal, a többi küzdelmet a négy csapatmérkőzést megnyer, többek között megnyerte Oroszország elleni mérkőzést, a nagy Oroszország ellen, a címvédő ellen és euh, például olyan csapatokat, mint az igen erős horvát csapat megdöbbentő arányban tudott letarolni három és fél félre, tehát csupán egyetlen játékosunk végzett döntetlenül, a többi játékosunk az mind győzött a horvátok ellen, és euh, sok más olyan mérkőzés volt, ahol a magyarok igencsak bizonyították a tudásukat, hogy a magyarság jelene és múltja világszínvonalú, és bízhatunk a jövőben is. Szeretném elmondani, hogy a magyar csapat az Európa bajnokságon hat forduló után az élen áll, tehát egyelőre, ha most fejeződne be az Európa bajnokság, akkor Európa bajnok volna a magyar válogatott. Bízunk benne, hogy ez így is lesz. Az éllovas csapatok, tehát a konkurensek közül már túl van a magyar csapat. Hát a hollandok nem is annyira konkurensek, de igencsak konkurensek az oroszok, konkurensek az örmények, velük már játszottunk döntetlen, illetve győzelem volt az eredmény. Konkurencia még a következő forduló ellenfele az Azerbajdzsán válogatott, minden táblán magasabb értékszámúak lesznek a magyaroktól, és konkurens még a szintén igen erős Ukrajna, ők is minden táblára magasabb értékszámú játékos tudnak állítani a mieinktől. De hát meglátjuk, hogy mi lesz az idegek harcában. Egy ilyen csapatversenyen, mint az Európa-bajnokság, amelyik Egymást követő napokon szinte pihenő nap nélkül következnek egymás után a tétmérkőzések. Tudni kell azt, hogy az utolsó fordulókban már nem is annyira a tudás szokott dönteni, hanem inkább a pillanatnyi forma, a fáradtság, az eltökéltség és sok más ilyen személyes tulajdonság. Tehát olyan tényezők döntik el az egyes mérkőzéseket, amiket talán Patika mérlegen sem lehet egykönnyen lemérni. A pillanatnyi helyzet, a pillanatnyi forma dönthet a továbbiakban. Bízunk benne, hogy a magyar csapat érmes lesz az Európa bajnokságon és ö, akár a legfényesebb éremnek is ö, ö, reményteljes tulajdonosai lehetünk, mármint az aranyfiúkon keresztül ö, mi magyar sakkozók is. Szeretném megkérdezni, Péter, hogy ö, hogy látod az Európa-bajnokságot? Mutatsz-e be nekünk valamilyen partit az Európa-bajnokságról? Hát én mindenképp igen, az Erdős Viktor, Viktor győzelmét szeretném bemutatni. Ugye az anakszok egyik Uh, ifjú nagymestere, szuper nagymestere játszott, uh, Nepomnyas Csíjt verte meg, világossal egy nagyon egységes jó partiban, úgyhogy ezzel készültem most. Nepomnyas Csíról azért mondjuk el, hogy a világ egyik szuper nagymestere, tehát az élvonalba tartozik, aki ugye világversenyt tudott nyerni Dortmundban, vagy nem is emlékszem? Hát már, több, több helyen Te is nyert már, úgyhogy uh, nagyon erős uh, berobbant azért világélvonalába, és meg is tartja ott a helyét körülbelül százal magasabb az értéki száma, mint Viktornak, de hát a tábla mellett Viktor, nézzük hogyan is, iskolázta le Nyepomnyas csíjt. Tehát ugye világosan játszott Erdős Viktor, és ugye sötéttel volt, ilyen, Nepomnyas ugye Nepomnya Ugye Viktor kezdte a partit, ugye 20 F3-mal ha hát kérdezem már meg Péter, hogy hogy ismered Erdős Viktor nagymestert? Ő milyen stílusú játékos? Mennyiben jellemzi őt a felkészülés? Mi az igazi ereje az ő személyiségének. Hát minden partira szeret több órát készülni Viktor. Nagyon pozíciós stílusban játszik, tehát nagyon-nagyon nehéz megverni Viktort. És, és én úgy gondolom, hogy most egyre több kockázatot vállal, egyre több olyan változatot játszik, amiben meg lehet, meg tudja lepni az ellenfelét, és egyre több partit nyer. Tehát ugye eddig az volt a jellemző, hogy ugye nem veszíteni, hanem biztos döntetlenekbe, biztos döntetlenekkel ugye tovább vinni a versenyt, és ugye úgy végig sakkozni egy versenyt, hogy csak ne veszítsünk. Na ez a ez a most eléggé megváltozott, és én, én, úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon jó irányba megy Viktornak most. Ez a szemlélet a páros mérkőzéseken nagyon jól beválik, amikor minden parti döntetlen csak egyszer-egyszer majd csak sikerül bevinni a gyilkos döfést, ahogy petroszán, ex-világbajnok mondta ezt, de nyílt versenyeken, tehát ott nem biztos, hogy az ember sok döntetlen élen vagy élbolyban tud végezni. Tehát ami egy páros mérkőzésen sok döntetlen mellett egy győzelemmel a győzelmet jelenti, a továbbjutást jelenti, az egy nyílt nem is jelenthet, vagy az élboly végét. Ez, ez, biztos, hogy így van. Viktor ugye azért is kerül de most a csapatba, mert pont a kieséses K.O. világkupán játszott, ahova az Európa bajnokságról tudott bejutni. Úgyhogy ilyen szinten nagyon pozíciós, de jó partit fogunk látni. c 5 folytatta Fekete, amire C4 következett, Huszár F6. Tehát ez egy angol Hát ez egy angol, igen, angol megnyitásnak az egyik főváltozata lesz. Huszár C3 következett, amire D5. Ugye azonnal nyitotta a centrumot, fekete C üti D5 jött, amire Huszár üti D5 következett, és E3-mal egy szolida visszafogottabb állásba Kerültek. fekete huszárüti C3-mal ugye leütötte ezt a lovat, és D üti C3 következett, ami meglepő lépés, ugye lecserélik a vezéreket, vezérüti D1 következett, amire királyüti D1 ugye volt a válasz, és azonnal végjátékban találjuk magunkat, tehát a hetedik lépésre kimaradt a középjáték, része ennek a játszmának és ugye azonnal végjátékkal kezdődik egy-egy gyalog és a vezérek cseréje után én nekem Igen. nagyon nem tetszett ez az állás amikor néztem a partit, mert azt mondtam hogy a C1 futó Viktornak a C1-en álló futója B2, C3, E3, F2 gyalog mögé be van zárva és nehéz lesz azt játékba hozni és hát, hát mi van a centrummal, a térelőnnyel de ugye a sakk az, az, dinamikus valami, és lépésről lépésre változhat az állás szerkezet. Tehát nézzük akkor Viktor, hogy a, tehát Viktort ismerve ő biztos, hogy felkészült erre az állásra, sőt még a végjátékot is kielemezhette. Hát igen, sokáig megvan neki ez a változat. Ugye volt ilyen parti az ellenfélnek, és arra is készült, és ugye itt azt kell még tudni, hogy ez egy nagyon veszélyes, nem úgy tűnik, de egy hihetetlen veszélyes állás ez fehérre, Tehát elég sokszor tud itt fehér ugye, végjátékban előny csiholni, és ugye azt tovább fokozni nyerőség. Hát most ezt fogjuk látni. Ugye B6 következett, amire futó B5 csak volt egy picit az újítása eh, Viktornak, ugye egy másik partia volt az ellenfelének, ugye futó D7-tel kivédte a sakkot, amire A4 következett, ugye megvédte. Ez most nem lenne annyira jó leütni ezt a futót, mert az agyaloggal vissza tudnék ütni. B5, és az leszorítja igen. a sötét vezérszárnyat. És ugye az A7 gyalogot visszamarad, az nem lenne annyira jó. hogy ezért a 6 lépte fekete, amire futó üti D7 következett, és huszárüti üti D7-tel, ugye fejlődött fekete. Nem lett volna jobb visszavonulni a világos futóval? Én úgy gondolom, hogy ez, ez azért volt jó, mert most ugye következik el négy, és a futónak F4-en a elég jó helye lesz. Az is egy másik lehetőség lett volna, csak nem nagyon van terepe a világos futónak, Ezt érdemesebb szerintem most lejutni, ez jó. Tehát volt. akkor a, a, a sötét állásban a futók cseréje után a világos mezők nem igazán erősek, és Igen. most a Huszár és a C1 futó ha mondjuk F4-re lép, akkor, a, akkor igyekszik birtokba venni az e D6 pontokat? Igen, meg hogyha a királya kiléptünk c 2 ugye a D vonalat is szeretném uh -huh. majd. Meg ugye a 5 belekötni a vezérszányba, és gyengeséget létrehozni a Tehát akkor, hogy a király C2, akkor utána a H bástyát tesszük D1-re, hogy az A1 bástya, az a 5 tel nyugtalanítsa a sötét vezérszányát. Igen, Igen, ez a tervünk. most elhatta, folytatta a fejlődés fekete, mire futó F4-je kifejlődött, világos f 6 folytatta fekete, ugye Huszár D2 következett, ugye C4 ponton, pontra igyekszik ez a Huszár, és ott nagyon jól fog állni. Futó e7-tel ugye fejlődött fekete, Huszár C4 következett, Király F7, ugye itt már nem kell sáncolni, mivel végjátékban vagyunk, Király C2-vel ugye kijött a fehér király, és E5-tel, ugye visszászorította ezt a futót, fekete, de most ha megnézzük, ugye igazából ez, ez, nem biztos, hogy a legjobb lépés, és nagyon jól reagált rá világossal Viktor, ugye Bástya 3 D1-re jött a Bástyával, ugye ami azonnal egy, azt szoktuk mondani, hogy egy közbeiktatott ugye, ellentámadás a D7 20 árián, egy közbeiktatott lépés, amire király elhattal ugye megvitte. Tehát ugye Viktor azt mondja, hogy szívesen adom én a világos futómat a sötét huszárért, Igen. mert a C4-en álló huszáromnak bomba jó állása van, és az erősebb lesz, mint az E7-en álló sötét Igen. futó. Igen. Ez egyértelmű. És ezért ugye ebben nem mehetett bele nyepomnyas csík. Igen. Igen, és természetesen meg is védte azt a lovat. Ugye most futó e 3 vissza kellett vonulni, és itt Bástya HB8, ugye a H Bástyával ment b 8 -a. ez azért valószínűleg hiba volt, de nem várta a Viktor következő lépését, ugye ami F4 volt, és ez egy nagyon-nagyon erős lépés volt. Igaz, hogy felvállal el ponton egy gyengeséget, de annyira aktívak lettek a világos tisztek, hogy ezt nem nagyon tudta itt uh, kivédekezni fekete. Tehát akkor, ha jól értem, azt mondod, hogy igaz ugyan, hogy világosnak gyenge lesz az E4 gyalogja, de sötét nem lesz abban a helyzetben, hogy azt jól meg tudja támadni. nem tudja megtámadni, úgyhogy így igazából nem is lesz annyira gyenge. Tehát ezek azok a kérdések, hogy amin a nagymesterek olyan sokat tudnak lamentálni, hogy meg tudja támadni a gyengeségem, vagy sem vállalhatom -e Igen. a gyengeséget, vagy sem, és ilyenekbe szoktak a nagymesterek ugye 10-20-25 akárhány lépés előre számolni, Igen. gondolkodni. Most EUTF4 következett, amire futó EUTF4 jött, és ugye Bástya B7 érkezett, és erre Bástya d tel ugye fehér Bástya, ugye a centrum mezőt elfoglalta, és nagyon nehéz feketével tervet találni. Bástya A-ról A7-re ment, ugye védekezzik a D7 huszárt, védi ez a lépés, de ugye meg kell nézni, hogy a fehér bást ugye nyílt vonalon van, a másik két bást meg a gyalogok mögött ott szenved. Összekötve ugyan, de hát még cé nincs mozgási szabadságuk, csak az A7 bástya mehet vissza a 8 a a B7 bástya meg sehová sem, mert a futó leröngenezi a sötét mezőket. Most huszárt D6 következett, ugye ez megint egy nagyon jó lépés, ugye azonnal konkrétum, tehát megtámadta a bástyát, a futőti D6-ot lépte fekete, de más nem is nagyon lehet. Hát lehet, igen, mert. amire Bássőti D6 sak következett, és Király E7-re pedig egy nagyon jó lépés Bássa C6 jött. Ugye az egésznek az az értelme, hogy ott a B6 C gyalog gyengeségre akar rájátszani, futó D6 sakkal is, és a is belekötni. Talán itt amúgy a 5 kellett volna a feketének lépnie, de ott is jobban áll már fehér egyértelműen. Hát igen. Most bástya, A8 következett, ami valószínűleg hiba volt, mert A5 ez egy nagyon jó lépés volt, és ugye azonnal beleköt, és gyengeség, gyengeséget hoz létre a, fehér, a fekete vezér. Szárnyon. Tehát akkor most sötét válaszút elé kerül, üssön -e be az A5 gyalogra, amire természetesen az A1 az a és a, a C5 lassan már halál fia, Igen. mert futó D6, sakk, a király ellép, és aztán futó út C5. C5. Igen. tehát mindenképp És a, amellett, a... hogy gyalog hátránya van a sötétnek, még a tisztje is szét vannak szólva. Hát most király F7 volt, következett, ez talán egy picit pontatlan lépés, ugye kiment a futó D6 sakkból, de ugye következett A üti B6, ugye leütöttük a gyalogot, Bástya B6, ugye természetesen nem cserénk, Bástya C7 következik, ugye egy kötést hozunk létre a húszár. Király E8-el ugye visszámegy, és Bástya D1-el hozza a következő támadó figurát. Fehér, Bástya d 8 ugye megvédte a -hét lovat. Az kénytelen, de, de azért jól látható, hogy Sötétnek a vezérszárnyi gyalogjai nagyon gyengék. Azok azok hónuk alatt hordják a búcsú búcsúlevelet, mondhatni. Tehát Viktornak itt már annyira adott játéka van, hogy hogy Sötét hát, már csak küzd a döntetlenért. itt egyértelműen ugye most Báscsa d következett, ugye a lényege az ennek a lépésnek, hogy az aktív fekete Báscsát lecseréli, és utoljára, ha leütné Báscsai D6, futódi D6, utána a cél gyalogot lenyerte világos. G5-tel közbeiktatott fekete még, mire futó G3 következett, amire bástya üti D6, jött futó üti D6. Jó volt ez a G5, Péter? Hát nehéz, mert ugye a hetes soron a bástya ugye Igen, ott tartja. És... azért nem tetszik nekem, tehát hogy oda van kötve a huszár. Igen, hát így is oda van, de, de hát itt már nagyon nehéz volt. Tehát egy gyalogot mindenképp elvesztett volna a fekete. Egy picit megpróbálta előrébb tolni ezeket a gyalogokat, de ez a magasabb szinten nyerve van fehérre ez az állás. Ugye H5 következett, amire futőüti C5, huszárüti C5, és bástyőti C5. Ugye van egy olyan mondás, hogy minden, bá, minden bástya végjáték döntetlen. Természetesen ugye ez ez nem igaz, de, de a bársai végjátékban van a legnagyobb esélyünk, hogyha hátrányban vagyunk a döntetlen kiharcolni. Tehát, hogyha mondjuk, például most is van egy gyalog hátrányom, akkor minden más végjáték, a gyalog végjáték nagyon simán nyerne, a huszár is hasonló, a bársai végjáték az, amiben a legnagyobb esély van. De ha jól játsza természetesen az előnyös fél, akkor aki, aki előnyben van, akkor azért természetesen sokszor szokott nyerni a bársai végjáték is. Ezt meg be is mutattam most Viktor. Király ugye javította a király helyzetét fekete. Bástya D5 következett, amire Bástya E8 ugye nem lehet lejutni, mert az veszítene, az a végjáték. Király D3-mal érkezett a fehér király meg egy kicsit, Péter, mond már el, légy szíves a, a, nézőknek, hogy tulajdonképpen ilyenkor a Bástya végjátékban, amit, amit Viktor játszott, mi a nyerő terv? Tehát ugye a, a, a sakkozók nem hogy a nagymesterek, még az egyszerű versenysakozók sem terv nélkül, csak úgy lépegetnek, hogy majd kijön valami, majd valami, kijön valami nyerőállás hanem minden lépés egy meghatározott tervnek az eleme kell, hogy legyen. Ahogy a hadvezérek ugye a csatatéren mozgatják a seregtesteket, sőt még a felvonulás a csata előtti felvonuláshoz, ugyanolyan a, a sakk is, tehát megvan a felvonulás, most konkrétan az ütközetben De vagyunk, és hogy kell a, a manipulusoknak harcolni a csatatéren, hogy kivívják a győzelmet? Hát itt, itt az lesz a terv, ugye, hogy a vezérszányi gyalog többlettel fehér majd elkezd megiramodni, és ugye a királya nem nagyon tud játékba avatkozni a fekete király, mert az a király alatt, és a fejérbása nem engedi át. Tehát... passzív a sötét király, gyalog előnye van világosnak, uraja uralja világos az egyetlen nyílt vonalat. És ugye a fekete e, próbál, próbál videkezni, próbál kihozni, hát ha döntetlen lesz, de hát ezt nem, nem tudta kihozni. Tehát egész egyszerűen felviszi a, Felaktivizálja a királyát is fehér, és ugye elindítja majd a vezérszányi gyalogokat. A Ez sötét ellenjátéka akkor ugye tehát direkt védekezésben nem tud beállni, mert előbb-utóbb akkor elveszteni a, a bástyacsere után a gyalogvégjátékot, hanem akkor vezérszányon gyenge, akkor királyszányon idegszik Igen. teret nyerni. Próbálkozik. Hát most h 4 ugye továbbította fekete a, a királyszányi egyik gyalogot. H4 jött amire ugye b 4 je amiről beszéltünk, világos elindította a gyalogot. H3-mal próbált ugye valami gyengeséget létrehozni a fehér állásban, hogyha leütötte volna, ugye Bástya H8, H8 és is ott azonnal a igen, ellenjátékhoz jutna, de G3-mal természetesen ezt nem adta meg. Viktor Bástya B8 következett, ugye amire király D4 jött, és király E6-ra pedig Bástya A5 Ugye a gyengeségét Feketének megtámadta, bástya B6-tal. Megvédte, bástya célja következett, amire bástya d 6 sak bástya D5, most bástya B6-tal, ugye még mindig nem cseréltünk, és most G4-jel, ugye nem engedte, de tehát megfogta az egész királyszelet is, és a H3 is meggyengült, a H3-gyalog is egyben. Ugye a király F7 következett, ugye nem nagyon tudott már mit lépni. Fekete, amire E5-tel, ugye megnyitotta a fekete gyalog szerkezetet. Tehát behatol a világos király. Igen, most király E7 következett, amire király E4, Bástya c 6 ra pedig király f 5 nagyon erős lépés, ugye aktivizálja a fehér királyát, világos. F-üti E5 következett, Bástya üti E5 csak, király F7, és ugye Bástya 3 mal nem adom a gyalogomat, és most két gyalog a G5 is, meg a H3 is lóg. Tehát azt mind a kettőt ugye egyszerre le tudnám leütni. A5-tel ugye még egy utolsót próbálkozott fekete, ezt leütötte, vagyis nem, Viktor leütötte a H3 gyalogot először, bástya üti H3, Király G7 következett, és most jött a B A5. bástya C5, Sak, Király E6, Bássi üti A5, C4 következett, Bástya a csak, király D5, király F7, és egy nagyon fontos lépés, ugye Bástya E3-mal elvágja a fekete királynak a az útvonalát a vezérszányra. És világos király bekíséri a Én, gyalogot, és, ő király, fenségét. Még egyet fekete bástya a négyet, amire H3 következett, majd megvédte a G4-et, és ugye a cégyalok be e, masírozott volna. Nyepomnyasi kezet nyújtott Viktornak, így Sikerült megverni az oroszokat. Tisztelt nézőink, így sikerült a magyar válogatottnak az Európa bajnok orosz csapatot legyőzni, három döntetlen mellett Erdős Viktor győzelmével a csapat győzelmet Magyarország érte el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! viszontlátásra.